Felújítják a Pácai Pál általános iskolát. Horváth László igazgató elmondta, a vakolatot kicserélik, a tetőre napelemek kerülnek, korszerűsítik a fűtési rendszert, a beruházás közel 140 millió forintba kerül. A kivitelezők december közepére szeretnék befejezni a tanintézmény felújítását. Igazgató úr, elindult a 2018-2019-es tanév, és a Kapuvári térségi általános iskola nagy intézményként, ugye több telephelyen is működik, tehát kisebb településeken is jelen van. Történt-e valami a nyáron? Felújítás, festés? Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Rába Közi Televízió nézőit. Valóban a 2018-19-es tanév mai nappal végérvényesen elindult. Pontosabban már augusztus 31-én a Széchenyi iskolában, a Széchenyi és illetve a Himoda kisgyerekeknek elindítottuk a tanévet. Ma pedig egyszerre indul, mint a Pácai iskolában, mint a többi vidéki kis településen. A televízió nézők már tudják, hogy a Kapuvár térségi iskola valójában 9 iskolából áll. A központi épület a Pácai iskola, aztán itt van Kapuváron még a Széchenyi általános iskola, aztán a Gartai kisiskola, és van 2 tagintézményünk, Vitnyéden és Szárföldön, és van 4 telephelyünk, Himodon, Osliban, Baboton és Veszkényben. Valóban elindult a tanév, nagyobb változások nem történtek, kolléganők mentek nyugdíjba tavaly tanév végén, és hát természetesen az ő helyüket pótolnunk kellett. Jöttek is helyükre új kollégák, volt, aki pályakezdő kolléga, illetve volt olyan, aki nagy gyakorlattal rendelkező kolléga jött át egy másik iskolából, aminek nagyon örültünk. Ami munkaerő televízióban, rádióban, újságban olvasható tanerőhiány, ez nálunk olyan mértékben jelentkezik, hogy a nagyiskolákban szerencsére még nincsen. Kisiskolákban inkább úgy fenyeget bennünket a pedagógus hiány, hogyha be kell járni és nem helybeli lakos a tanítónő, ott a nehezebb pedagógust kell találni. Ilyen problémával küzdöttünk most Himodon, úgy látom, hogy megoldás született és hogy rendben lesz a tanév, és hát a tanévi ünnepségen meg tudtam nyugtatni a gyerekeket és a szülőket is, hogy minden a megszokott rend alapján fog folyni. Egyik tanítónőnk Himodon, Babosné Major Beáta, a Szili általános iskolában pályázott intézményvezetőként, sikerült a pályázata, így az állás megüresedett, és az ő helyét kellett pótolnunk. Az iskolai létszámokat illetően minden média tele van azzal, hogy folyamatosan fogy a tanulói létszám, és hogy gondok vannak az iskolákban, nincs elég tanuló. Hát nem akarom elkiabálni, de hosszú évek óta, most már 6-7 éve folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy a térségi iskolának a tanulói létszáma nem csökken, hanem nő. Míg tavalyi tanév végén teljes pontos adattal 788-an voltak, a mai reggelen 802 tanulója van a térségi iskolának, és még ez a 802-höz is ma 2 tanuló érkezett. Valójában, hogy melyik iskolában, a Pácai iskolában a legtöbb tanuló, utána a Széchenyi iskolába, és nem egyértelműen kiszámítható, tehát a vidéki településeken, hol az egyik településen van 2-3-mal több, hol a másikon van 2-3-mal több, de én annak örülök és büszke vagyok arra, hogy a tanulói számunk nem fogy, hanem folyamatosan nő, annak ellenére, hogy a városban beiskolázásra kerülő tanulók száma az nem növekszik. Tankönyvek, tanszerek mindenkinek megvannak? Igen, egyébként már augusztus elején érkeztek minden iskolánkba más időpontban a tankönyvek, és hihetetlen, hogy az idei tanévben nem semmilyen jelzést nem kaptam, hogy hiány lenne bármelyik tankönyvben, tanszerben. Azoknak a gyerekeknek nincsen tankönyvük, akik újonnan érkeztek most az iskolába, tehát múlt héten vagy előtte héten, tehát őnekik pótrendelésbe kell majd leadni rendelést, aminek az időpontja szeptember 12-e lesz. A felújításokkal kapcsolatban látjuk, hogy a Pácai Pál általános iskolát felállványozták, úgy tudom a Széchenyben is történnek változások, vagy illetve van-e még olyan iskola, ahol még felújítás, festés akár nyáron megtörtént, vagy történni fog itt az ősz folyamán? A Széchenyi iskolában majd hát kb. Egy kilánc szeptember vége felé indul meg, napelemeket fognak az iskola épületének a tetejére, illetve a tornatem tetejére felszerelni. Ezek a napelemek fogják biztosítani az elektromos áram kiváltását. Tehát ez egy nagyon nagy fejlesztés, de ilyen az óvodákban is lesz, itt Kapuváron. Önkormányzat pályázott, és az önkormányzatnak köszönhető ez a pályázati lehetőség. És évek óta vágytunk és vártunk arra, hogy a Pácai iskola épülete, ami mindenki a városban láthatja, egy nagyon szép platinás épület, amely több mint 130 éve ezelőtt épült. És visszaemlékszem még arra, amikor a 100 éves évforduló volt, és a
100 éves évfordulóra is kisebb javításokat volt lehetősége az akkori városvezetésnek megtenni, és az, hogy hosszú évek óta készült erre a polgármesteri hivatal, mind a pénzügyi osztály, mint a városfejlesztési osztály, és a polgármester és a képviselőtestület nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a pályázat megvalósuljon. Ez egy topos pályázat. Több ízben adták be, és amikor nyert a pályázat, nagyon örültünk, de ennek ellenére nem olyan egyszerű most kivitelezőt keresni Magyarországon, mivel rengeteg építkezés folyik, rengeteg átalakítás, és ez is több körön keresztül futott, de végül is nyert a pályázat. És a pályázathoz kivitelezőket is sikerült az önkormányzatnak találni, teljesen hivatalosan, törvényes keretek között folyt a közbeszerzés, és ennek köszönhető az, hogy valójában a munkák befejezése az december 31-e 2018, és nagyon fogyott az idő, és sokan sajnos információk hiányában Facebookon és egyéb oldalakon próbálnak bántani bennünket, mint az önkormányzatot, mint az iskolavezetést. Fogalmuk sincs arról, hogy ebben milyen munka van, hogy a háttérben hány ember mennyit dolgozik ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És számomra olyan furcsa érzés, hogy pont a Pácai iskolában tapasztalom ezeket, és múlt héten sétálgattunk itt este családommal az iskola előtt, és hát két idős középkorúnál idősebb hölgy beszélgetett, és éppen azt vitatták meg, hogy na, az igazgató is felébredt végre, hogy kezdődik a tanév, és elkezdett valamit az iskolával tataroztatni. Na most nem felébredtünk, és nem az önkormányzat hibája, vagy bármelyikünké, hogy az állványozás most ért ide. Egyszerűen a pályázatnak ez része, ilyen formában lehetett megvalósítani, és ez egy gyors megvalósítás lesz december közepéig, de legkésőbb december 30-ig meg fog valósulni. És az, hogy a gyerekeket ez mennyire érinti. Széchenyi iskola felújítása szintén tanév közben történt. Rendkívül örültek a gyerekek, a kollégáim is és a szülők is. Rengeteg szervezéssel járt, amit megtettünk boldogan és örömmel, és most láthatjuk, hogy a Széchenyi iskola egy gyönyörű szép épületté vált. Pácsi iskolában ugyanezt fog megtörténni. Egyébként szülők részéről, tehát elég sokat megyek gyalog a városba, és szülőkkel találkozom. Csak pozitív hangulatot hallottam. Mindig azt kérdezték, hogy igazgató, mikor lesz felújítás, mikor lesz ebb az iskola. Én mondtam, hogy remélem hamarosan megvalósul. És számomra ennél nagyobb öröm, hogy az évnyitóra, mire jönnek a gyerekek és a szülők, hogy fel van állványozva az épület, látszik, hogy elindult, és ez nagyon gyors ütemekben folytatódni fog. Ennek nagyon örülünk, és ez a gyerekek munkáját olyan téren fogja akadályozni, illetve a kollégáimat, hogyha teszem föl az utcafronton a falat, kell kalapálni, falat bontani, vagy a régi vakolatot leverni, illetve az újat rárakni, és ez zavaró lesz, vagy az alsó szigetelésben ugye sokat kell majd fúrni, akkor teszünk arról, hogy a gyerekek, hát azokból a termekből elvisszük olyan tanterembe, ahol csend és nyugalom van. Ha olyan helyzet állna elő, ami várható az őszünet környékén, hogy pár napig mondjuk a fűtés leállna, amiatt, hogy új gázkazán lesz és új gázóra itt a főépületbe, akkor van lehetőségünk arra, hogy az őszünet közül körüli három napot akár átszervezzük és egy másik időpontba pótoljuk be. Tehát mi minden segítséget megadunk az építetőknek ahhoz, hogy ez zavartalanul folyhasson a munka, és garantálni tudom, hogy a gyerekek érdekében mindent megteszünk azért, meg a kollégáim érdekében is az iskolavezetés, hogy semmiféle olyan, ami különféle oldalakon fut, hogy a gyerekek fertőzést kapnak meg, allergiások lesznek meg, mindenféle betegséget kapnak, tehát ebből valójában semmi nem fog megtörténni. Ez csak egy ilyen, úgy gondolom, egy rosszindulatú információ, áramoltatás az emberek felé, hogy hát ha valaki felül rá, de hát látom a Facebookon is, hogy sajnos, hála Isten, támogatók nem nagyon akadnak. Mit tesznek pontosan? Tehát teljes tatarozás kap például Pácai? Nyilászárócsere, külső felújítás. Mit akar ez a, azt hiszem, 140 millió forintos bekerülési költsége van ennek a beruházásnak? Igen, közel 140 millió forintba kerül, amely valójában, ami után a pályázatot az önkormányzat több ízben beadta, és picit ment ezáltal, tehát a kivitelezések során a nagy igény, mivel rengeteg igény van a kivitelezőkre, ezért én úgy gondolom, hogy talán az árak is egy picit magasabbak lettek, ezért az önkormányzatnak kétszer is önkormányzati zárt ülés formájában kellett tárgyalni arról, hogy mi az a plusz költség, amelyel a pályázatot támogatni tudja, és így közel 30 millió forintot rakott hozzá az önkormányzat is, hogy mi fog megvalósulni. Az A épület, tehát a központi épületnek a
külső vakolatát teljes mértékben átvizsgálták. Tehát ez a Pácai? Igen, ez a Pácainak, ez a, ahol most vagyunk. És ez az épületnek, ahol szükséges, ott a vakolatot el kell távolítani, ahol nem, ott pedig javítani fogják. Hőszigetelt vakolatot kap, illetve egy nagyon kellemes szint. Az A épületben még kerülnek fel a tetőre napelemek, amelyek az elektromos áramon szükséges energiát fogják biztosítani, aztán új gázkazán fog bekerülni ide az A épületbe, központi épületbe, ehhez új gázrendszert építettek ki, a tornaterem és a B épület, az pedig a régi rendszeren fog még tovább folyni. Aztán a B épületben teljes nyilászárócsere lesz, ott valamikor 30-35 évvel ezelőtt volt, és az átjáró folyosó, mert két épületet összeköti, ott is új nyilászárókra kerül sor, rájuk fér, fából készültek, tönkrementek. Az A épületen 7 évvel ezelőtt, 6,5 évvel ezelőtt volt nyilászáró csere, tehát ott a külső szárnyaknak a javítására kerül sor, illetve beállítására, és ha van szükség, ne adj Isten, akkor annak a cseréjére. És a kivitelezők egyébként nagyon korrektek, megegyeztünk, megbeszéltük velük, hogy minden héten pénteken le fogják nekünk adni, hogy a következő héten mi az a munka, amit el fognak végezni, és tehát, hogy tervezni tudjunk, tehát nem reggel szólnak, hogy mit ürítsünk ki, és amikor pénteken megtudjuk, hogy mi a jövő hétre való terv, akkor azokat természetesen az a feladatunk, hogy megszervezzük, és a kivitelezésre szükséges minden lefeltételt biztosítsunk. Köszönöm, igazgató úr! Én is köszönöm szépen!